Bizonyos korlátozásokkal ugyan, de mától megnyithattak az üzletek a nagy bevásárlóközpontokban. Érdeklődőkből nem volt hiány, a vásárlók már nagyon várták a nyitást, sokan napok óta kifejezetten erre az alkalomra készültek. Ez a kolozsvári nagy bevásárlóközpont március közepe óta ma nyithatta meg először kapuit. A távolságtartási szabályok betartása érdekében a bejáratot és a kijáratot elkülönítették. Kézfertőtlenítőket helyeztek ki, és lázat is mértek ott jártunkkor. Kinyithattak a ruhásüzletek, a drogériák, az ékszerboltok, de zárva maradtak a mozik, a vendéglők, a kávézók beltéri részei és a játszóházak. A gyorséttermek azonban nyitva voltak, elvitelre ugyanis lehetett rendelni. A központ munkatársai gondosan összegyűjtötték a székeket, hogy a vásárlók ne foglaljanak helyet a beltéri asztaloknál. Sokan várták a bevásárlóközpontok újranyitását, itt Kolozsváron is rituáléva vált az, hogy a szabadidőnket a bevásárlóközpontokban töltjük el, ezért vannak olyanok, akik vásárolnak, viszont sokan vannak azok közül is, akik kifejezetten csak szétnézni, körülnézni érkeztek. Az üzletek most akciókkal, kedvezményekkel várják a vásárlókat, annak érdekében, hogy visszacsábítsák őket. Sokan ki is használták ezt a lehetőséget. Örömmel láttam, hogy megnyílt a MOL, és valamit akartam vásárolni, hogy valahogy ez a mai nap legyen boldog. Ékszereknél és ruhákat vásároltunk. Ruhákat, cipőket, mindent. A gyerekeknek. A gyerekeknek és az unokáknak. Igen, nagyon vártuk, mert máshol nincs ennyire sok üzlet. Vagyis a városban van, de a bevásárlóközpont mégis más. Nagyon közel is lakunk, ezért a mai nap egy kis shoppingolással együtt különleges volt számunkra. A megkérdezettek közül mindenki azt mondta, elégedett a bevásárlóközpontban alkalmazott óvintézkedésekkel. A kolozsváriak ugyanis fegyelmezettek és betartják a szabályokat, ezért úgy vélték, nincsenek veszélyben.